Helyzetkép című sorozatunk eheti részében Tóth Lajos polgármester többek között beszámolt arról, hogy az elmúlt héten lezajlott a Magyar Államkincstár ellenőrzése a polgármesteri hivatalban a városi beruházások kapcsán. Az elmúlt héten azon túl, hogy ezzel szálon futott az életünk, tettük a dolgunkat hivatalban több napon keresztül a Magyar Államkincstár ellenőrzése zajlott, több nagy projektünk vonatkozásában. Ez tényleg nagy léptékű feladat volt, és azt állapították meg, hogy nagyobb problémák nélkül, persze mindig van kiegészítendő egy-egy dokumentumot ki kell egészíteni, vagy csatolni kell, de nagyobb problémákat nem tártak föl, úgyhogy mondhatom, az ellenőrzés összességében eredményes volt. Ezek közül egyik volt a bölcsődóvoda projektünk a Honvéd utcán. Köztudott, hogy befejezés előtt áll a projekt. A hatóság engedélyek úgy néz ki, hogy ezen a héten megérkeznek, tehát utolsó simítások vannak a épület belső berendezésének helyezésében, bútorok helyezésében, és reményeink szerint a április elején megnyílhat a bölcsőde, immár a tervezett helyszínen, illetve növelt légszámmal. Természetesen ez nem egyik napra másikra menő folyamat, hanem egy bizonyos időintervallumot igénybe vesz. Ezzel együtt örülök annak, hogy hosszú-hosszú előkészületek, tudjuk, ezt az előző testület kezdte el, aztán újra kellett az egészet tervezni, és sok-sok egyéb nehézség után megvalósult ez a beruházás, és ahogy mondom, most már belátható időn belül a bölcsődések igénybe vehetik, illetve elfoglalhatják új helyüket, korszerű, gondolom, hogy megfelelő körülményeket fog tudni biztosítani a növelt létszámú. Tehát 29-48 főre bővül most a bölcsődei felvehető a létszámunk, a növelt létszám elhelyezésére. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a hosszú-hosszú folyamatban, és sok-sok nehézségen át segítette a projektünket. Püspökladány város önkormányzatának képviselőtestülete március 28-án csütörtökön tartja meg soron következő ülését. Mint utolsó hét a hónapban, ezen a héten következő soron az aktuális testületi ülésünk. Ezzel kapcsolatos előterjesztéseink előkészítése volt az elmúlt néhány nap legfontosabb feladata. Mint ahogy itt melléket látszik, legalább 15, de még fog gyarapodni napjainkban pontot fogunk tárgyalni. Ebben vannak nagyobb léptékűek, illetve egyszerűbb döntést igénylőek, úgyhogy ezzel kapcsolatos előkészületek folytak. A vonatkozó gyakorlatunk szerint szerdán kiküldtük a testületanyagokat, időközben érkezett újabb előterjesztéseket pedig későbbiekben csatoltuk, ezeket fel kívánom menni napirendre, mert a korábbi gyakorlatunk megfelelően szeretnénk mi hamarabb meghozni az aktuális döntéseket, és ezzel gyorsítjuk a hivatali munkát. Tóth Lajos az elmúlt héten városunk szépkorú lakosát köszöntötte 100. születésnapja alkalmából. Pénteken délelőtt 100. születésnapján köszöntettük a református idős otthonban a Karcig úton Keserű Imre bácsit, aki népes családja körében testvérei, gyermeke, unokája, dédunokája és más családokkal együtt ünnepelte 100. születésnapján. Ezen az alkalmon átadtam Orbán Viktor miniszterelnök úr üdvözlő gondolatait, oklevelét, illetve városunk lakossága önkormányzat nevében köszöntöttem a ünnepeltet. Koronának megfelelő jó egészségállapotról tudok beszámolni, és láthatóan örömmel vette ezt a ünnepi eseményt, mi pedig örömmel tettünk eleget ennek a szép feladatunknak. Mindig szívesen köszöntöm a szép korúakat. Egyébként ma és holnap is lesz hasonló, hanem is 100 éves, hanem 90 éveseket fogok köszönteni. Ezekről majd a következő alkalommal fogok beszámolni. Ebben az évben az elektronikai hulladékgyűjtésre április 19-én, 20-án és 21-én kerül sor, a gyűjtés helye a szokásoknak megfelelően a Városüzemeltető Kft. Kossuth utca 26 szám alatti belső udvara lesz. Kértem munkatársaimat, hogy intézkedjünk, illetve pontosítsuk az elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatos időpontokat is. Slámer Erzsébet ügyvezető igazgatóasszonytól kaptam választ, aki a Városüzemeltető Kft.-nek az ügyvezetője.
ő egyeztetett elektronikai hulladékgyűjtésére 2024. április 19-én, 20-án és 21-én fog sor kerülni. Ez péntek, szombat, vasárnap napok lesznek. Pénteken 8 és 15 óra 30, szombaton és vasárnap pedig 8 és 12, illetve ameddig ehhez kapcsolódva megjelennek a elektronikai hulladékot leadni kívánó városlakók. A gyűjtés helye a szokásoknak megfelelően Püspökladány Kossuth utca 26 szám belső udvara. A említett szállítóval megegyeztünk, ahogy szokás, hogy gyakorlatilag megfelelően konténereket hoznak, és ezek konténerekbe lehet majd elhelyezni minden eszközt, ami elektronos árammal, akkumulátorral működik. Irodaeszközök, hűtő, fagyasztó, mosógép, porszívó, elektronikai eszközök, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, rádió, tévé, videóberendezések, elektromos kerti gépek, parcskásgépek, stb. Úgyhogy kérem, hogy akinek ilyen fölösleges eszköze halmozódott fel, vagy gyűlt össze a lakásában, akkor az említett időpontokban legyen kedves leadni. Az elmúlt években ez a tevékenység hatékony és jól működött. Kérem, most is működjenek közre annak érdekében, hogy ezek a feleslegesé váló eszközök ne illegális lerakott hulladékként jelenjenek meg nem kívánatos helyeken. Köszönöm mindenki aktív közreműködését. A közelmúltban a Szociális Munka Világnapja alkalmából elismerést vehettek át a Segítőkezek Szociális Szolgáltató Központ munkatársai, mondta el a polgármester. Örömmel értesültem arról az elmúlt napokban, elismerést tolmácsoltak munkatársaink. A Szociális Munka Világnapja alkalmából Nyíregyházán egy rendezvény keretében elismerést kapott a Segítőkezek Szociális Szolgáltató Központunk kollektívája, mégpedig azért, mert az elmúlt években eredményesen és hatékonyan működött a jövő szociális munkásainak képzése, köztudott, és most is gyakorlat, hogy felsőoktatásban részvevő fiatalok gyakorlati helyként a Segítőkezek berkein belül látják el gyakorlati feladataikat. Ez nagyon színvonalasan és jól végzik, ezt természetesen az elmúlt évek és a fönnben lévő képzésekhez kapcsolódóan is megállapítható. Ha pontos információ, akkor 7 szervezet, illetve település ilyen jellegű intézménye kapott díjazást, és ezek közül, ahogy említettem, egyik a Segítőkezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekgyógyi Szolgálat Központ Püspökladányban. Polgármesterként, de a társulás elnökeként is gratuláltam a munkatársadnak és további színvonalas, hasonló nevelő-oktató munkát kívánok a későbbiekben is. Fontos, hogy a következő időszak emberei megfelelő gyakorlati képzésben részesüljenek, és ez úgy látszik, hogy kívülről is elismerés váltott ki. Örülünk ennek az elismerésnek, és bízunk benne, hogy későbbiekben is ez a jó gyakorlat folytatódni fog. A húsvéti ünnepek közeledte kapcsán a polgármester arra kéri a lakosságot, mindenki gondoskodjon saját ingatlana, illetve környezete rendbetételéről, tisztaságáról. Hétvégén szokásosnak megfelelően városbejáráson vettem részt, szombaton és vasárnap is volt alkalmam a város több pontján megjelenni és megtekinteni az állapotokat. Összességében azt mondhatom, hogy múlt héten is így nyilatkoztam, hogy a március 15. ünnepre tekintettel a városi vezető munkatársai megkezdték a közterületek tavaszi rendbetételét, fűnyírás, illetve a zöld felületeknek a karbantartását. Azt látom, hogy a lakosság jelentős része is teszi a dolgát, mert ami következik, azt sokan felszólítás nélkül elvégzik. Ezzel együtt engedjék meg, hogy felhívást tegyek közé. Köztudott, közismert, hogy van egy önkormányzati rendeletünk, a 8/1998 4. 29. rendelet a környezetvédelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és szeretném, hogyha ez
mindenki előtt ismert lenne, és ennek az ebben foglaltak szerint tenni mindenki a dolgát, és ezt a tájékoztatást fogom közzétenni. A közelgő ünnepeke való tekintettel valamennyi ingatlan tulajdonosa, kezelője, ingatlan használója köteles az ingatlan előtti közterület tisztántartására gondoskodni. Az ingatlan előtti járdaszakasz, beleértve a zöld területet is, tisztítsa meg, tegye közlekedésre alkalmassá. A belvizelezett árkok és azok műtárgyainak zavartalan vízlefolyását, akadályozó anyagokat, hulladékokat kérem távolítsák el. Kérem, hogy tegyünk többet városunk közterületének ennyi tisztaságáért, hiszen közös ügyünk, és úgy gondolom, hogy a lakosok többsége ennek eleget tesz, viszont sajnos vannak, akik ezt nem kellő hatékonysággal vagy egyáltalán nem teszik. Arra kérem, hogy mindenki tegye a rendelet által rászabott feladatokat. Minden héten felhívom intézményeink figyelmét is, hogy a intézmények környezete az a lehetőleg gondozottabb, legrendezettebb legyen. Ebben is vannak még hiányosságaink, de úgy ítélem meg, hogy most a összességében azért nagy probléma nincs, de tennivaló mindig van. Kérem, hogy minél többen járuljunk hozzá ahhoz, hogy a közterületeink kultúráltak, tiszták és rendezettek legyenek. Egy apróság még ehhez kapcsolódóan. Többen megszólítottak, én is hétvégén szoktam a közterületet nyírni. Természetesen is nyírtam már a füvet, és hozzám is fordultak többen, hogy van-e hatályos szabályozás arra vonatkozóan, hogy mikor lehet közterületen fűnyírozni. Tájékoztatok mindenkit, hogy erre helyi rendelet nincs. Természetesen tekintettel kell lenni a környezetünkre, környezetben élőkre, tehát lehetőleg úgy kell ezeket a közterületi munkátokat elvégezni, hogy annak zavaró hatása a környezetre ne legyen, de nincs úgy leszabályozva, mint jó néhány településen, ahol adott napra, adott óra intervallumra van leszabályozva, nincs ilyen. Én egyébként úgy szoktam, hogy a környezetemben megbeszélem, hogy esetlegesen zavarja-e, hogyha vasárnap estében nyúlik ez a bizonyos tevékenység. Még soha nem volt szóváltás, hanem hogy konfliktus a szomszédaimmal. Azok érjesen mindenki irányába, hogy lehetőség szerint a szomszédok legkisebb zavarásával végezze el ezeket a zöld felület karbantartási feladatokat. Ahol jó szomszédok vannak, ott valószínűleg nem is okoz ez konfliktust, ahol esetleg kevésbé jó a viszony, pedig legyünk tekintettel egymásra. Helyzetkép című sorozatunk következő részében is beszámolunk a várost érintő aktualitásokról.